Köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy látlak benneteket, azért már sok arc ismerős. Köszöntöm azokat is, akik most látok először, Isten áldjon meg benneteket. És ma egy olyan témát fogunk megnézni, ami így először talán kicsit ijesztőnek hangzik, de az a helyzet, hogy egyszer úgyis szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal, és azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljek erről, a bűnről, a bűn természetéről, a bűnhődés kérdéséről és a bűnnek a bocsánatáról. Egyrészt amiatt is, mivel én sok emberrel itt találkozom, és látom, hogy milyen, egyrészt látom azt, hogy milyen komoly terhet tud tenni a különféle rossz döntések, bűnök, negatív események az emberek életében. A másik látom, hogy milyen komoly rombolást tud létrehozni emberek életében a bűn, hogy szerelmes pár egyszerre majd megöli egymást, tehát olyan gyűlölködésbe megy át, hogy milyen rombolást tud létrehozni. És azt is látom, hála Istennek, hogy hogyan lehet ebből megszabadulni, és milyen pozitív fordulatok tudnak létrejönni, mikor valaki megtalálja erre a megoldást, és ezért kell erről beszélnünk, hiszen mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyian hibázunk, mindannyian vétkezünk, mindannyiankat érint ez a téma, és egy picit szeretném nektek bemutatni, hogy az Isten örökkévaló beszédében hogyan van bemutatva ez a kérdés. Egy picit egy diagnózist, hiszen egészségügyi intézményben vagyunk, egy kis diagnózist felállítunk, és utána erre mi az isteni megoldás. És az a helyzet, én mielőtt még kicsit megnéznénk ezt, azt szeretném nektek mondani, hogy nincs olyan hét, vagy majdnem nincs olyan nap, hogy emberek életében ne látnám azt, amikor átveszik a bűnöknek a bocsánatát, és az az öröm, az a szabadság, az a gyógyulás, ami az életekbe beindul. És számomra ez egy óriási élmény, amikor én is átvettem, az egy maradandó változást hozott, és egy óriási élmény, mikor látom, mikor az emberek átveszik ezt Istentől, Jézus Krisztus által. Úgyhogy ez a cél, hogy te is át tudd ezt venni, hogyha nem vetted még át, hogyha átvetted, akkor pedig hiszem azt, hogy lesznek olyan kijelentések ebbe, ami áldásodra lesz, segítségedre lesz, hogy tudd a dolgokat hova elhelyezni. Jó, úgyhogy ezért szeretnék beszélni a bűnről. Gyakorlatilag egy picit megpróbáljuk körbeírni, hogy mi is ez a bűn, mert ahány ember annyiféle elképzelés van ezzel kapcsolatban, a legtöbb ember azt mondja, hogy én nem öltem embert, nem csináltam köztörvényes dolgokat, úgyhogy én nem vagyok bűnös. És van is egyfajta igazság ebben a megközelítésben, de amit én ma szeretnék nektek bemutatni, hogy az Isten nézőpontjából, a mennyei nézőpontból mit jelent a bűn. Mert a bűn fogalma az nem a köztörvényes dolgokat foglalja elsősorban össze, hanem a bűn fogalma egy kicsit más jelent. Úgyhogy gyertek velem egy rövid körútra, és meg fogjuk ezt nézni, hogy mit jelent ez. Ugyanis legpontosabban definiálni az Isten örökkévaló beszéde, a Biblia tudja, hogy mi a bűn, hiszen minden vallásban, mindenhol keresik erre a problémára a megoldást, és az a helyzet, csak egy megoldás van, de az tökéletesen működik az egész világon. Úgyhogy a bűnnek a természetére, illetve egy-két szó szeretnék, ritkán szoktam visszautalni az eredeti görög vagy a héber nyelvre, amiben íródott az Új Szövetség, de most egy picit segítségül hívjuk az eredeti nyelvet, mert segít nekünk megérteni, hogy mi is ez a bűn, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. Az első szó, ami ezzel kapcsolatban a Bibliában van, egy olyan görög szó, ami harmatiát jelent, ami azt jelenti, hogy céltévesztés. Ez azért jó szó, mindjárt öt ilyen szót fogok, nem nagyon, megyünk nagyon mélyen bele, de ez az öt szó segíteni fog neked elhelyezni, hogy az Isten, a te mennyei atyád, a te teremtőd hogyan látja ezt a kérdést. Az első, a bűn, a gonoszsággal kapcsolatban az a szó van, hogy céltévesztés. Tehát a bűn az azért egy veszélyes állapot, mert a sok rossz gondolat, beszéd, cselekedet, döntés, indulat, az létrehoz az ember életébe, hogy céltévesztetté válik. Tudjátok, mi a céltévesztettség? Mikor kilőnek egy célpontra egy nyílvesszőt, vagy egy puskagolyót, és hát az mindenhova megy, csak oda nem, ahova kéne menni, és mellé megy a dolog. Na most ez az embernél a céltévesztettség az azt jelenti, hogy van egy isteni akarat, ami el lett készítve a mi életünkre, és egy fontos felelősségünk van, hogy megtaláljuk ezt az isteni akaratot, amit a mi mennyei atyánk álmodott meg velünk kapcsolatban,
És a bűn, mikor különféle negatív dolgok bejönnek az életünkbe, ez az isteni akaratot félreviszi. És az ember élete nem tudja megfutni azt a pályát, nem tud egy kiteljesedett életet élni, nem tud egy megelégedett, nem tud egy örömteli életet élni, mert nem ér célba az élete, hanem mellé megy. És a bűnöknek ez a célja. És hány embert láttam például mondjuk házasságot törni, és a házasság törés által, különösen emlékezetes nekem egy hajléktalan szálló, talán már említettem itt nektek, ahol férfiak voltak, és ilyen bozontos, szakállas, ritkán borotválkozó emberek, és mikor egy kicsit kibontottuk az élettörténeteket, kiderült, hogy mérnök, különféle jól szituált emberek voltak ott, akik valamikor a társadalomban egy komoly felelősséggel bíró férfiak voltak. És mikor beengedték a paráznaságot, házasságtörést, az életük elindult egy rossz irányba. És egy anyagi leépülés, válás, és a vége ott volt a hajléktalan szálló. Na ez a fajta céltévesztés, hogy Istennek van egy jó célja, egy jó terve az ember életével, és mikor a gonosz dolgok bejönnek az életünkbe, akkor egy másik vágányra lesz szállítva az életünk. Tehát ezért a bűn egy veszélyes dolog. Egy teljesen cél, teljesen félre tudja vinni az embernek az életét. És mint sok olyan fiatal ember felé szolgáltam, aki jól indult az életben, tanult, jövőképe volt, és egyszer csak bejött mondjuk a kábítószer az életébe. És döbbenetes az áldott, örömteli családi kapcsolat, a szülő-gyerek kapcsolat, ami támogató volt, szerető volt, segítő volt, finanszírozó volt, egyszer megváltozik, és az a fiatalember, aki ott van előtte a jövő, egy áldott jövő képe, hirtelen elkezd torzulni az egész. És egy-két év múlva egy leépült, egy szenvedélybeteg, a szüleit meglopó, hazug, káromkodó, vékony, különféle tüneteket produkáló, testi tüneteket is produkáló. Mi történik? A bűn egyszerűen totál félrevitte az életét. És egy céltévesztetti emberré vált. És az igazából az igazi tragédia, mikor valaki ebbe az állapotba hal meg. Ez a legnagyobb tragédia. Mert az a jó, mikor katona voltam, akkor egy ilyen légvédelmi rakétát kellett kilőnünk, még ilyen igazi jó orosz rendszer volt, amit évente egyszer jó, ha beindult. De annak az volt a lényege, hogy mikor ki lett lőve, ha még mellé is ment, tudtunk korrigálni. És hála Istennek, hogy a mi életünk is ilyen, hogyha bizonyos bűnök által céltévesztettségbe kerül az ember, van lehetőség korrekcióra. Na menjünk tovább. És tehát az első, ez a céltévesztettség szó, és a negatív szellemi erőknek az a célja, hogy mindenkinek az élete céltévesztett legyen. Hogy ne tudjuk elérni azt az isteni célt, ami ki lett tűzve az életünkbe, és ez sajnos sok embernél a bűn ez létre tudja hozni. A második szavunk a bűnre az áthágás. Ez a szó, ez a parapszisz, ez azt jelenti, hogy az Isten törvényeinek az áthágása. Ez gyakorlatilag abból a isteni gondolkozásból jön, hogy Isten adott bizonyos parancsokat az ember számára. Ezek a parancsok védő korlátok. Tehát mikor azt mondja, hogy ne lopj, az védi a tulajdont. Amikor azt mondja, ne paráználkodj, védi az intimitást. Amikor azt mondja, hogy ne imádj más isteneket, az védi az Isten igazi Isten imádatot. Tehát a parancs az egy védelmet jelent az ember számára, és mikor a bűn bejön, az áthágjuk ezt a védőkorlátot, és az ember egy veszélyeztetett helyzetbe kerül. Tehát a második szó az áthágásra utal, ami tiltott határátlépés jelent, és ugye a komcsi rendszerben ezt nagyon komolyan büntették, Honeckerék, meg itt Magyarországon is, a vasfüggöny mögött lévő országokban, különösen Németországban, ha valaki átlépte, abban a pillanatban lőttek. De ez ugyanígy van a szellemi értelemben is, hogy amikor áthágjuk az Isten törvényét, ki vagyunk téve olyan démoni befolyásoknak és veszélyeknek, amelyekbe
utána halmozottan belesérülnek az emberek, és az életük meg lesz lopva, a kapcsolataik, pénzügyeik, egészségük, és az idejük, és sok minden az életükben. Tehát a második szó a bűnnel kapcsolatban az áthágás. A harmadik szó a bűnnel kapcsolatban az új szövetségben a paraptóma szó, ami azt jelenti, hogy felségsértés. Ez a királyságban ez a szó, ez nagyon érthető. Aki nem nagyon ismeri a királyság működését, egy kicsit nehezebben érti. A felségsértés volt egy királyságban, ezt Angliában jobban értik, vagy Dániában, ahol még ugye király uralkodik, vagy Spanyolországban. Az egyik legnagyobb bűn a felségsértés volt. A királynak a megsértése, az ő tekintélyének a megsértése. És gyakorlatilag a harmadik tartalom, amiről a bűnről beszél, hogy sérti Istent a bűn, mert ő szent és tiszta, ő világosság, és hozzá nem fér hozzá a sötétség, és ez egy Istent sérti, azok a beszédek, azok az indulatok, azok a cselekedetek, azok a gonosz döntések, azok az istentelenségek, ami a bűn fogalmaz, illetve foglal össze. Tehát ez a harmadik jelentése. A negyedik jelentése a bűnnek, ami nekem nagyon, nagyon tetszik, és nagyon megdöbbentett, és látom a tapasztalatból, hogy így van, ez a ponérra szó, ami pedig azt jelenti az új szövetségben, hogy képzeljétek el, szó szerint fordítottam, boldogtalanság ömlése és áradása. Boldogtalanság ömlése és áradása. Tehát minden esetben, amikor az ember különféle bűnöknek, gonosz dolgoknak helyet ad, megnyílik egy forrás bennünk. Egy olyan forrás nyílik meg bennünk, ami mit kezd el árasztani bensőnkbe? A boldogtalanságot, a depressziót, a sötétséget, tehát a bűn egy megnyit egy gonosz forrást az ember életébe, és ezért figyelhető meg, hogy akik megterhelődtek már sokféle bűnnel, hogy egy boldogtalan emberré válnak. Hogy egy olyan forrás nyílt meg az életükben, ami nem hétköznapi, amivel nem tudnak mit kezdeni. Utána próbálja tompítani ezzel, azzal, hogy igyunk, hogy ezt a forrást valahogy kitakarítsuk az életünkből, de ez csak rontja a helyzetet. És milyen fantasztikus dolog, hogy pont ennek az ellenkezője történik, amikor valaki rendezi a bűneit a Teremtővel, az Úr Jézus Krisztus által, hogy egy másik forrás nyílik meg, az örömnek, a békességnek, a szabadságnak a forrása. És ez a forrás, hogyha ebből iszik valaki, akkor azt mondja, hogy ez a legjobb. És nem fog más forrás után kívánkozni. Aki ezt már ismeri, az tudja, hogy ez a legjobb. És ezért fontos, hogy tisztában legyünk, hogy a bűn ezeket a dolgokat hozza létre az életünkben. Hogyan is fogalmaztuk? Tehát az első a céltévesztést hoz létre, a második áthágása az Isten törvényének, és az isteni védelemből való kijövetelt eredményezi, a harmadik a sértés, felségsértés, tehát az Isten királyi hatalmát, tisztaságát, szentségét sérte a bűn, és a negyedik dolog, hogy egy olyan boldogtalanságot nyit meg az életünkbe, ami egy sötétségbe borítja az embert, depressziósá teszi, és boldogtalan emberré teszi. És amúgy ezek az emberek életében nagyon nyomon követhetők. Nagyon nyomon követhetők. Hány emberfele szolgáltam már, akinek megvolt mindene, de annál boldogtalanabb embert nem láttam. Mert ahhoz, hogy eljutott oda, hogy megvan mindene, ahhoz nagyon sok bűnön keresztül jutott el oda. És ennek a terhe ott volt az egész életén. És ez a boldogtalanság ott volt megnyitva az ő életében. Tehát a bűnök azok olyanok, amelyek megfertőzött mindenkit. A bűnnek a fertőzése Ádámmal, Évával kezdődött, de ennek a gyökere még mélyebbre vezethető vissza, mikor a mennybe kezdődött, mikor Lucifer, egy ördögi fejedelem, föllázadt az Isten ellen, és ezt a fertőzést létrehozta, és a fertőzéshez olyan, ami gyorsan terjed tovább, mint ahogy ugye minden évben télen egy-egy járvány elszalad, végigszalad itt az országunkba, igen gyorsan tud terjedni.
szinte megdöbbentő néha egy családtag lebetegszik, 2-3 nap múlva már mindenki hány, már mindenki köhög, már mindenki, tehát nagyon gyorsan tovább tudjuk adni. Na most a bűn is egy ilyen fertőző betegség, amíg Ádámtól, Évától generációkon át öröklődik. És a bűnnek két oldala van. Az egyik az öröklött bűn, ez az a öröklődésen keresztül megkaptuk. Honnan tudjuk, hogy öröklődik? Tudod, honnan tudod? Nekem van 4 gyerekem, tudom. A gyereknek az első szava az, a szülein kívül, nem. Pontosan. Ez a tünete, az első tünete annak, és ezt a szót általában nem a levegőbe mondja, hanem neked szülőnek mondja. Ez a legkisebb tünete a lázadásnak, ami már ott van benne. Aranyos, cuki, puszilni való, ölelgetni való, szeretni való, és lehet is szeretni őket, de már ott van az öröklött bűnnek, az első tünete megjelenik nála. És utána ez a tünet, utána, hogyha ez táplálva van, ez fölnő, és kiteljesedik. Tehát a bűnnek van egy olyan része, amit örököltél. Egyszerűen fertőzötten születünk. Mint ahogy olvastam nem olyan régen, hogy egy vécses anyuka, aki megbetegedett ebben a halálos korban, és terhes lett, és megszületett a kisgyermek, és a kisgyermeknek a vérébe már kimutatták a HIV vírust. Hogy a fertőzés ott volt benne. Na, a bűn ugyanilyen. Csak ez nem genetikai fertőzés, hanem egy szellemi fertőzés hozott létre az életünkben, és a bűn egyszerűen, ha akarjuk, ha nem, egyszerűen fertőzött világban élünk, fertőzöttek voltak a szüleink, fertőzöttek voltak a nagyszüleink, egyszerűen kaptunk ebből a bűnt. 5 év múlva hajléktalan szálló, nem ismersz át, bozontos, ápolatlan, és nem is gondolnád, hogy ki volt ez az ember néhány évvel ezelőtt. Mert bukást hoz létre. Bukást, és a harmadik dolog, tudod, mit hoz létre? Csapdát és kelepcét. Ez számunkra már, ez egy kicsit nehezebben érthető szó, a természeti népeknél ezt rendszeresen használták. A csapdák arra voltak, hogy bizonyos állatoknak a vonulási útvonalára kiállították, megnézték, hogy hol vonulnak a vaddisznók, a vadállatok, különféle állatok, attól függ, miért akartak elfogni, és kitették ezeket a csapdákat, kelepcéket. És ezek nagyon jól voltak átszázva. Az állat nem látta, hogy ott, ha belelép abba, ott onnan tovább nem fog többet lépni. És ezek ki voltak téve a vonulási útvonalakra, és mikor ment az állat, vagy a lábát kapta el, és egyszerűen nem tudott tovább menni. Volt olyan állat, ami lerágta a saját lábát ahhoz, hogy el tudjon menni. De akkor soha az életben nem lett tovább egészséges állat, ha túlélte az akciót. De vannak olyan csapdák, amiben beleestek. És beleesett egy ilyen lukba, és nem tudott magától kijönni. Na, a bűn ilyen csapdákat hoz létre. Van, aki belekerül anyagi csapdába. Valaki belekerül kapcsolati csapdába. Valaki belekerül különféle csapdákba. Olyan törvényi, jogtalan csapdákba, hogy néha döbbenetes, milyen kacifántos élettörténetekkel találkozok. Ez a következő. Nem jó üzlet a bűnnek helyet adni. A következő, azt mondja a példabeszédek 5.22, saját bűnei fogják meg a bűnöst, saját vétkei kötözik meg. A következő gyümölcs, hogy amíg az ember enged a kívánságnak, beengedi a bűnt az életébe, megkötöz valaki hátulra. Megkötözi a gondolkozást, megkötözi a kezünket, megkötözi. Ez nem fizikai kötelék, ez egy szellemi kötelék, és a megkötözött ember már nem szabad. Összességében lehet, hogy szabad, csak az életének egy területe van megkötözve. Hogy ott muszáj neki azt csinálni, mert meg van kötve. A bűn saját bűnei kötözik meg a bűnöst. És ezek ördögi kötelékek jönnek létre ebből adódóan. A Róma 2.8.10 pedig azt mondja, hogy gyötrelem és szorongás lesz része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszik. A következő dolog, a gyötrelem, az egy depressziós állapot, az egy csüket, lehervadt állapot. De sokszor látok embereket lehervadt állapotban. Mindaddig, amíg megtérnek és megszabadulnak. Csak kivirulnak. Különösen a hölgyeken nagyon jól látni ezt. Ez kivirul, mint egy gyönyörű virág, amire rásüt a nap, ami meg lett öntözve, ami helyre lett állítva. És az emberek így néznek
ki, ez jön létre az életükbe, ez a lehervadt állapot, és azt mondja, hogy gyötrelem és szorongás lesz része minden ember lelkének. És a következő következménye, nagyon sok betegség a bűnök miatt jön létre. Hányszor volt az, és a Biblia számtalan Biblia helyen mondja, hogy a bűn, betegség, ezek édes testvérek. A betegség hozza a bűn hozza a betegséget. Ezek úgy szeretnek együtt haladni. És hányszor volt az, hogy valaki megbocsájtott valakinek, és abban a pillanatban a gyomorsabb túltengése meggyógyult. Vagy a migrénes fejfájása elment. Hányszor volt az, hogy valaki mondjuk helyet adott a féltékenységnek, és az irítségnek, és ez olyan mértékben bejött az életébe, hogy mese problémát, vagy pajzsmirigy gyulladást hozott létre. A testében tüneteket produkált az a bűn, ami létrejött. És a bűn és a betegség, ez szorosan összefügg. És a beteg embereknek jelentős része, hogyha megtér a bűneiből, automatikus gyógyulást fog kapni. Automatikus. Tudom, volt egy parázna személy, akiért imádkoztam, és utána megházasodott, és meddő lett. Nem lett egy gyereke. 5-6 évig. Ez a bűn következményeképpen jött be az életébe. Ahogy megtér teljes szívvel, bocsánatot kért az Istentől, és ma már két gyereke van. Meg lett gyógyítva, helyre lett állítva. Az a blokk elment az ő testéből, és ma egy boldog családanya, két szép gyermekkel. Azért, mert a bűn blokkolja az életünket. És meglopja, és betegségeket hoz be. Na de menjünk tovább, mert nagyon megy az időnk, és még van egy-két gondolat, és még a megoldásra el sem jutottunk. A Róma 6.23 pedig azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn fizetni fog. Meg kell fizetnünk az árát a bűnnek. És ez a végső ár, hogy az ember élete leépül, tönkre megy. És fizikailag, szellemileg halottá lesz. És de azt is mondja ez a vers, hogy az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. És mielőtt a megoldásról, most már tényleg arról beszélek, de még egy-két gyakorlati képet hadd mondjak. A bűnnel kapcsolatban. Tehát a bűn az olyan, mint a fertőzés, ami a véráramba szétterjed, és gyakorlatilag zavari funkciózavarokat okoz az egész szervezetünkben. A bűn az olyan, mint hogyha van egy, mindenki, amikor elindul az életben, visz egy táskát, és ahogy telik az élet, mikor kisgyerek vagy, ez a táska még üres. Ez még nagyon könnyű. Tinédzserkorban minden rossz döntés, minden hamis, tisztátalan dolog, mintha egy kavics vagy egy kő kerülne ebbe a táskába. 20-30 évesen sok paráznaság, torz kapcsolódás, munkahelyi lopás, hazugság, káromkodás, istenkáromlás, okkultizmus, a bűnök mind elkezdik megpakolni ezt a táskát. 30-40 évesen már úgy nézünk ki, mint most én, hogy ennek a táskának már súlya van. Ebben már nem tud szabadon menni, és 40-50 évesen már az emberek úgy közlekednek, némelyik fizikailag is látod, hogy egy terhet hordoz. Ott van az a teher, az a lelkiismereti teher, ami szinte gyötri. Emlékszem, amikor egy férfi, köszönöm, ez egy jó bemutatás volt, mert ez tényleg nehéz táska. A női táskánál nincs jobb, abban mindig mindent megtalálsz. Éppen ollóra van szükséged, keres egy női táskát. Ha tűre van szükséged, keres egy női táskát. Ha pénzre van szükséged, keres egy női táskát. Ha egy fontos iratra, keres egy női táskát. Tehát a bűn az megterheli az embert. Na nem is sorolom tovább, de azt soha nem felejtem el. Volt nálam egy férfi, egy üzletember Budapesten, aki elég kacifántos életet él, nem tudom hány házasságot fogyasztott, sok minden volt az életében, de úgy alapvetően sikeres ember volt, de az erkölcsi szellemi élete tele volt mindenféle tisztátalansággal. És eljött egy bűnvallásra, hasonlóra, mint amire most néhányan készültök, ez egy nagy takarítás. És végig néztük, ki imádkoztuk, és bocsánatot kértünk egyenként a bűnöket, ami úgy eszébe jutott. És amikor befejeztük, emlékszem, azt mondja, te úgy érzem magam,
mintha 2 centit nőttem volna. Azt mondja, teljesen ki tudom húzni magam. Fölszabadultam, pedig fizikailag nem történt semmi, de olyan teher volt rajta. Annyira megtelt a táska, és nem csak a hölgyek táskája tud megtelni. A férfiak hátizsákja is meg tud telni. Nagyon sok olyan bűnnel. És sok erős férfi nem tud aludni éjszaka, mert ez a teher nyomasztja. És ez egy lelkiismereti teher az ember életében. Na, és akkor menjünk most már a megoldáshoz. Istennek van egy fontos törvénye, hogy a bűn bűnhődést követel. A bűn bűnhődést von maga után. A bűn bevonza az ítéletet. Isten nem tudja tolerálni a gonoszságot, mert mi köze a világosságnak a sötétséghez, mi köze a tisztaságnak a tisztátalansághoz, mi köze a jó dolgoknak a mocskos dolgokhoz. Tehát az egyszerűen az isteni természet nem tudja, nem tud azonosulni a tisztátalan negatív dolgokkal. És ezért a bűn bűnhődést hoz létre. Mindenképpen valakinek bűnhődni kell. Az Ószövetség sokat beszél erről. Hadd olvassak csak egy-egy rövid mondatot, mert elment az időnk. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Aki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék, mondja az Ószövetség. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, halállal bűnhődjék. Az Ószövetségi időben, Krisztus születése előtt, a bűnnek a bűnhődése ott volt az emberen. És az ember hordozta a bűnnek a bűnhődését. De itt jön be egy fantasztikus isteni terv a mi életünkbe. Hogy az Isten szeretetét nem abban mutatta meg, hogy a sötétségeket benyomta, a tisztátalanságot a szőnyeg alá söpörte. Az Isten szeretete nem abban mutatkozott meg, hogy a bűnöket elnézte, engedte, hogy dolgozzon az ember életében a bűnnek a rontása és romlása. Az Isten szeretete abban nyilatkozott meg, nézzétek csak meg, az Ézsaiás 53, 5. verse fogalmazza meg a legszebben, ez pedig így szól, pedig a mi vétkeink miatt, kinek a vétkei miatt? A mi. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. A bűn és a gyógyulás, ugye a bűnbocsánat gyógyulás elválaszthatatlan, mint hogy a bűn és a betegség is. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan eltévejettünk, mindnyájan bűnbe estünk, mint juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta, az Atya őt sújtotta, Jézus Krisztus sújtotta mindannyiunk bűnéért. Tehát az Isten szeretete abban jött ki, abban mutatta meg felén, és az egész emberiség felé, hogy a bűn bűnhődése Jézus Krisztusra került. Hogy a bűn bűnhődése Jézus Krisztusra került. Hogy nem nekünk kell bűnhődni a bűneinkért, mert a bűnért mindenképpen bűnhődni kell. Mert az Isten igazságossága megsérül, hogyha nincs bűn mögött büntetés és bűnhődés. És Jézusban lett megbüntetve, Jézusban történt a bűnhődés. És figyeld meg, még egyszer ezt felolvasom. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Miért bűnhődött Jézus Krisztus? A tebe és az én bűneimért? Azért, hogy neked és nekem természet fölötti békességünk legyen. Tudod, milyen békességünk? A megtisztított lelkiismeretnek a békessége, amikor nincsen rajta teher, amikor elzett zárva a boldogtalanság ömlésének a csapja. Értitek, jó bonyolultan fogalmazom. Amikor el lesz zárva az a gonosz csap, ami megnyitotta a bűnnek a rontását az életünkben. Ez Jézus Krisztus által történt meg, hogy ő bűnhődött, hogy neked jó legyen, hogy neked kegyelmet adhasson, hogy a te életedben a romlásnak a csapjait el tudja zárni. És nem csak elzárja a rossz csapot, hanem megnyit egy újat, egy új forrást. Ez az örömnek a forrása, ez a békességnek a forrása, a megtisztított lelkiismeretnek a forrása, ez az erőnek a forrása, a mennyei tisztaságnak, a szentségnek a forrása. Így van? Megnyit egy új forrást, és mikor ebben a forrásban belekóstolsz, többet nem akarsz már inni a másik forrásból. Mert ennek a forrásnak olyan fantasztikus íze van, ami megelégíti a lelkedet, a testedet, a te szellemedet, az egész személyiségedet.
mert ő bűnhődött, hogy nekünk békessége legyen. És mit hoz ez létre? Azt mondja a Zsoltárok 34:23, az Úr megváltja szolgái életét. Nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Nem kell bűnhődnie senkinek. Figyelj ide! Az, hogy ő bűnhődött, érted, ez nem automatikus a te életedben. Csak azoknál kezd aktiválódni ez, aki hozzá menekül, aki segítségül fordul, aki elismeri, hogy bűnös, aki bocsánatot kér, aki segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus, aki hozzá menekül. Ott elkezd aktiválódni, micsoda? Az az ige, amit az előbb olvastunk. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Akkor át tudod venni a békességet, a lelkiismereted megtisztulását, a mennynek az örömét és a tisztaságát. De csak akkor, ha hozzá menekülsz. Ha ezt nem teszed meg, a bűnnek a rontása, romlása, kötele ott marad az életeden. És a bűnnek az ítélete is ott marad az ember életében. Pedig Isten kegyelmet akar adni. Pedig ő békességet akar adni. Ő szabadulást akar adni. De ez kell az, hogy hozzá menekül. Tudod, mi a menekülés? Nem tudom, menekültetek-e már valaha. Én egyszer gyerekkoromban menekültem kutyától. Tudjátok, milyen az? Az azért egy intenzív folyamat. Ha különösen a nagy a veszély, vagy legalábbis úgy érezzük, ott azért szedjük a lábunkat. Tehát a menekülés az nem egy ilyen löki-pöki folyamat, hanem a menekülés az azt jelenti, hogy intenzíven fölismerem, és megragadom azt, hogy Jézus Krisztus bűnhődött értem. És tudod, fantasztikus állapot az, amikor látok embereket, különösen már a haláluk előtt lévő emberek, akik ott van az egész életük a haláluknál, mindig az emberekre ráterhelődik minden. Az összes rossz döntésük. Minden ráterhelődik. Úgy visszaemlékeznek a legrosszabb mozdulatukra 20 évvel ezelőtt, ami történt. Mert a haláluk előtt még van egy esélyük, hogy átvegyék a bűnbocsánatot. És amikor rájuk terhelődik, és elhiszik, oda menekülnek az Úrhoz. Ott már nagyon menekülnek, mert nagyon nyomás. Mert érzik, ha nem menekülnek, akkor valami nagy baj következik az életükben. És szedik a lábukat, sok ilyen fizikailag már nem tudták szedni a lábukat, de oda menekültek az Úrhoz. És az a változás, ami akkor történik, hát én kívánom, hogy meglásd egyszer. Egyszer fantasztikus. Hogy az a gyötrődő, Istenhez bűneivel menekülő ember, aki a bűnnek minden tünete ott van rajta, és oda menekül Krisztushoz, és csak arra mondja, hogy atyám, könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem, Jézus Krisztusért, mert meg van írva, hogy ő bűnhődött, én nem akarok bűnhődni, bár megérdemlem. És abban a pillanatban, ami ott történik, az egy természet fölötti. Azért mondom a halál előtt, mert annyira ki vannak élezve a dolgok. Itt még tudunk sminkálni, még szépen festegetjük, még el tudjuk dugni a dolgokat. Ott már nem tud senki semmit eldugni. Ott már minden nyilvánvaló. És a halál előtt ott annyira világos az a természet fölötti fordulat, ami történik, hogy egy rémült, egy meggyötört ember csak néhány mondatot mond, hogy atyám, én elfogadom, hogy Jézus Krisztus bűnhődött, én értem, és nekem nem kell az ítéletre menni. Bocsáss meg az én bűneimet, és belevezetem ebbe az imába, és egyszerűen, ami ott történik, az egy csoda. Ami ott látható, radikális változás, kisimulnak még a redők is az arcán. És az Istennek egy olyan békessége, egy olyan mennyei atmoszféra megy, száll le, hogy mikor többször így imádkoztam embereket, tudjátok, hogy jöttem el a haldoklótól. Olyan örömmel, olyan föltöltve, olyan isteni dicsőséggel jöttem el, hogy ezt mondom, Uram, küld még engem. Pedig ez nem a legdicsőségesebb hely. De mikor az Isten jelenléte megjelenik ott, mikor megtisztul a lelkiismeret, az utolsó napokban, órákban, pillanatokban, ott annyira radikálisan látható az a drámai változás, és abban a pillanatban békessége van. Tudja, hogy biztonsága van. Tudja, hogy meg van bocsájtva. Már tudja, hogy nem ítélet jön. Már nem kell többet bűnhődni, mert megragadta Krisztust, az Istennek a gyönyörű ajándékát. Neked is, ami adatott, ez nem érzelmi kérdés, ez akarati döntés. Ez akarati döntés, hogy megragadod. Mindegy, hogy mit érzel, mert sokszor a haldoklónál nagyon, nagyon radikális a folyamat. A mindennapi életben nem ennyire radikális. De a gyümölcse már nagyon radikális, ezt nekünk oda jutunk.
És ez fantasztikus dolog, mert működik, mert ő bűnöző, és aki hozzámenekül, az meg fogja tapasztalni, hogy ez működni fog. Úgyhogy az ő szeretete nem abban nyilvánul meg, hogy elsminkeli a bűnöket. Hogy mint a Jézus mondja, hogy kimeszelt sírok, kívül smink, belül rothadó csontok. Nem ebben nyilvánul meg, hanem abban, hogy ő fölvállalta bűnnek a büntetését, bűnhödött, ítéletet szenvedett, hogy neked kegyelmet adjon, hogy nekem kegyelmet adjon, hogy megváltozzunk, hogy megszabaduljunk, hogy a forrásokat elzárja, és egy új folyamat jöjjön. És ehhez nem kell semmi más tennünk. Annyira egyszerű, és mégis a kemény szívű, mert a bűn megkeményít az ember szívét. A kemény szívű embernek sokszor éveket kell menni, gyötrődni, még eljutod, hogy meglágyítja a szívét. És azt mondja, Uram, bocsáss meg. Fontos, hogy ki tud mondani, hogy Uram, bocsáss meg. Én nem akarok bűnhődni a bűneimért. Ha már Jézus Krisztus elhordozta, ha már fölvitte a keresztre, és ez az a bűnbocsánat. És amikor a bűnbocsánat jön az életedre, attól a pillanattól kezdve jön egy mennyei tisztaság, jön egy mennyei békesség, jön a szabadulásnak az öröme, jön egy természetfeletti beavatkozás az életedbe, ami megtisztítja a lelkiismeretet, leveszi a szégyet, leveszi a terhet. És ez egy valóságos dolog. Dávid ezt megélte, amikor belecsúszott egy paráznaságba, és elkezdett kiáltani az Istenhez a bocsánatáért. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És megélte azt, hogy az a teher, ami rajta volt a paráznasság után, a gyilkosságban, a manipulációban, a varázslásban, mindenféle dologban belecsúszott az Istennek, ami a nagy embere. És gyötrődött a bűnei miatt. De mikor teljes szívből megvallotta, újból tiszta szív keletkezett. Újból helyre lett állítva, és újból Isten dicsőséges embere és királya tudott lenni. És ma már, mikor Dávid neve elhangzik, senkinek nem jut eszembe, na a nagy parázna, na a nagy gyilkos, na aki, nem ez jut eszünkbe, hanem egy Isten szíve szerint való férfi jut eszünkbe. Egy sikeres király jut eszünkbe, mert a bűnbánat az korrekciót hozott létre. És neked is szükséged van a korrekcióra. Lehet, hogy jó ember vagy. Lehet, hogy a te bűnterhed nem akkora nagy a zsák, mint a másiké, akit ott látsz a kocsmába kint feküdni tök részeget. Lehet, hogy nem akkora a hozzáadott bűnértéket, de te is örökölted. Ott van benned a gyökere, és ha nincs méregtelenítve, ez a gyökér már elegendő, hogy tönkre tegyen, hogy elvesz. De Isten örök életre teremtett, tisztaságra és áldásra teremtett. Ezért ne keményedj be, ne viszonyul helytelen, mert a bűnre lehet helyesen viszonyulni. A helyes viszonyulás az, hogy beismered, belátod, bocsánatot kérsz, megragadod a kegyelmet Krisztusban, de lehet helytelen is viszonyulni. Számtalan bibliai történet van. A farizeusok bekeményítettek, és a bűn bekeményít. Vagy lehet önigazultan viszonyulni. Ó, ez nem az én felelős, ez az ő. És passzoljuk, Ádám is mondta, no, Éva is már mutatott, nem, a kígyó. Ledobni a felelősséget magunkról, vagy Saul megmagyarázta. Vagy a másikra mutogat, hogy a büszkeség az gátolja, hogy elismerje, hogy bűnös. Hát ő nem, hát ez nála nem, a maga tökélyén áll, ez nem fordulhat elő. A büszkeség, vagy ha valaki eltitkolja, úgyis lelepleződik, úgyhogy kár titkolni. Eljön az ideje. Tehát viszonyulj helyesen a bűnhöz. Ismerd be, vald be, kérni a bűnbocsánatot, és az Isten áldása fog téged kísérni. Ó, és még ezt lehetne mondani még órákon keresztül, de nem mondom tovább. De kívánom mindegyikötöknek, és azoknak, akik az online nézitek ezt, hogy tapasztaljátok meg azt a szabadítást, ami Jézus Krisztus által jön. Azt a békességet, azt a tisztaságot, amikor az életembe ez bejött a bűnbocsánat. Egyszerűen én nem is tudtam, hogy ezt kell tenni. Még ezt elmondom röviden, és befejezem. Mikor az én életembe bejött a bűnbocsánat először, egyszer, mikor bekerültem az Isten szeretetének a jelenlétébe, egyszerűen annyira, nekem nem is kellett mondani, mert tudtam.
mert egyszerűen jön a szellememből, jön automatikusan belőlünk, mert bele van írva a mi lelkiismeretünkbe. És egyből azzal kezdtem, nem azt mondtam, hogy Uram, adj ezt, mondom, bocsáss meg a bűneimet. Nem mondta senki, jött belőle, ösztönösen, mert a lelkem, a szellemem ezt diktálta. Mert az Isten jelenlétében megváltoznak a dolgok. Tudod, amikor én fölálltam, miután kimondtam, hogy bocsáss meg, Uram, akkor egy olyan békesség, egy olyan tisztaság, egy olyan öröm, egy olyan más állapot, nem is tudom jól megfogalmazni, jött létre, ami az Isten kegyelmének a jelenléte, amire neked is szükséged van. És utána tudod, mi történt? Más lett a szemüveg rajta. Ameddig nem zavart egy káromkodás, egy kis lopás, nem zavar, belefér, tehát ez magány dolog. Attól a pillanattól kezdve, akkor valaki káromkodott, már zavarta a fülemet. Már a látásom megváltozott. Megtisztult a szemüvegem. És zavartak dolgok, ami azelőtt nem zavart. És tudtam, hogy Isten megbocsájtott, hogy loptam. De mikor ránéztem a lopott dolgaimra, nem volt békességem. És vissza kellett vinni. Érdekes jelenetek játszottak le. De legalább megjegyeztem egy élet, hogy többet nem akarok ilyen helyzetet, úgyhogy nem lopok. És azóta nem loptam. Azért, mert megváltozik a gondolkozásod, mikor átveszed az bűnbocsánatot. Fontos, hogy ez bekövetkezzen az életedbe. Fontos, mert ez hozza létre az újjászületésedet, a megújulásodat. Hölgyeknek rendkívül jót tesz egy ilyen megtisztulási folyamat, mert megújul az ifjúságotok. És a férfiaknak az ereje is megújul, amikor egy ilyen folyamaton átvegyünk. Úgyhogy kívánom, hogy ezt megtapasztaljátok, és hogy mindenki átélje, és ragad meg, menekülj az Úrhoz, mert ő az, aki bűnhődött érted. Ezenek a személye pedig Jézus Krisztus, és ez működik a mai napon is. Az Úr Jézus nevében, úgyhogy legyetek áldottak. Amen. Amen.